Épp ma voltam Debrecenben, és a debreceniek a nánásíról vették a mintát, hogy hogy kell mezőséget csinálni. Rendnek mindenhol lennie kell. Az egy másik kérdés, hogy tudunk-e rendet tartani a határban. Nyilvánvalóan ebben mindig van javítani való. De azt szoktam mondani a kollégáknak, hogy egyrészt keressék a kapcsolatot a gazdákkal, beszélgessenek, kérdezzék, hogy mi az, amit csinálnunk kell. Én azt gondolom, hogy egy nagyon szép feladatot vállaltál most a mezőség idei évtől, ők irányítják a útkarbantartást is, lakott területen, hanem a lakott területen kívül is, és ez nyilván alapvetően elsősorban a gazdák érdeke és a gazdák feladata is, a rend valamilyen formában meglegyen, és ennek a legfontosabb eleme szerintem a mezőség. Ezért fontos szerintem, hogy ma már nem vita kérdése, hogy kell a mezőség a településen vagy nem. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, én jó étvágyat kívánok mindenkinek, érezzétek jól magatokat. Kedves egészség! A gazdatársadalom nevében köszönjük szépen a meghívást. Csak azt tudom elmondani, mint aki, mint itt a többiek is, hogy elmondanák, és szólok helyettük, hogy úgy gondolom, hogy egy jó útra léptünk, reméljük, hogy ennél még lesz jobb is. Azt lássuk, hogy minden évben felrődünk egy kicsit. De ami a legtöbb ívállásra történik, hogy az is egy kasznál. Szennyűségében. Jó. Nem,